A fesztivál második napján a bizonytalan időjárás miatt zárt térben tartották a koncerteket. Az első liget fesztivál egyik zenekara az Anonymous, pécsi kötődésű budapesti csapat különleges hangú énekesnővel. Most mindenki Budapesten lakik, egyébként a Tamás, a dobosunk, és a Zsolti gitárosunk, ő mind a kettő pécsi. És hát szerintem, és Adél is itt lakott egy jó darabig Pécsen, úgyhogy ilyen tiszteletbeli pécsi zenekar lettünk. Én budapesti vagyok, így kerültünk ide, hogy a barátaink, vagyis hát a Tamás és a Zsolti barátai szóltak, hogy jöjjünk és játszunk. Kiskoromban csöppentem ebbe bele, én sokat tanultam zenét mindenféle stílusban, leginkább komoly zenei vonalon. Igazából mindig jelen van a zene, itt, ott, így, úgy, jelen pillanatban ezzel a remek zenekarral van jelen az életemben. Nagyon fontos szerintem az, hogy meg tudjuk mutatni magunkat, ezért utaztunk 200 kilométert, hogy ezt a fél órát lejátsszuk, úgyhogy ez nekünk fontos volt. Ezek a dalok kicsit régebbre nyúlnak vissza történetileg, illetve a csodás szövegek. Köszönöm. Kedves zenésztárstól erednek. A saját szerzemény, tehát úgy válogatjuk össze, hogy mind a miénk. Így van. Így nincs nagyon más lehetőség, ezt játsszuk, ez van. Ezek a mi dalaink. Örülünk, hogy itt lehetünk, legyen még sok ilyen. Örülnénk, hogyha ebből lenne egy évente visszatérő program, és ha mi is jöhetünk esetleg, akkor szívesen és örömmel. Köszönjük szépen! Idősek és fiatalok együtt szórakoztak, ki nosztalgiázni jött, ki pedig tapasztalatot gyűjteni. Ezek a hölgyek például komoly multidéző programra érkeztek. A férjem játszani fog, de azon kívül mi a mindenevők vagyunk, és szeretjük az új stílusokat, tehát mindenfélét, amit countrytól kezdve a jazzig, és úgy tudom, hogy az is lesz, nem is egyféle zenekar fog játszani, és hallgatjuk. Régóta, nagyon régóta ismerjük egymást, és mi mindig járunk ilyen rendezvényre. Akad, aki a rockzenéért élhal, de ezeket a számokat is szívesen hallgatja. Reméljük, hogy azt jelenti, hogy tényleg itt be fog indulni valami, tehát maga a helyszín is egy kicsit nagyobb népszerűséget kap, illetve hát azt reméljük, hogy a zenekarok, illetve hát a helyi könnyű zenei kultúra is egy kicsit nagyobb rálátást kap, vagy hát hogy mondjam, figyelmet. Az első liget fesztivál hagyományteremtő szándékkal jött létre. A kezdeményezés során pécsi és Pécs környéki együttesek, illetve elszármazott bandák léptek fel két napon át. A zenei rendezvényt a Pécsi Könnyűzenei Egyesület szervezte, azzal a szándékkal, hogy összehozza a könnyűzene kedvelőit és zenészeit. Tavaly alakult az egyesület, hosszú évek előkészítő munkája után. Zömében zenészek vannak benne, és a hosszú távú célunk az, hogy a Pécsen működő zenekarnak legyen próbahelye. Ez ígyben is dolgozunk, illetve legyen fellépési lehetőségük. Ezen a két napon 17 zenekar lép fel, Pécs, Hosszúhetény, Komló, Szekszárd, Budapest és az ország minden részében jöttek amatőr zenekarok. Nincs verseny, mi nem minősítünk senkit, mi csak bemutatunk, majd a közönség eldönti, hogy neki ki tetszik. Minden hónapban egy nagyobb rendezvény lesz, aztán hetenként lesz a többi, a következő nagyobb az 19-én, 20-án lesz augusztusban. Oh,
ez a nagy létszámú csoport, aki a könnyű zenésznek mondja magát, vagy egyáltalán zenésznek mondja magát, megérdemelné, hogy egy kicsit nagyobb figyelmet kapjanak. Itt ez a kétnapos fesztivál, ez most bebizonyította, hogy igenis a profi kategóriától, az amatőr kategórián át mindenki itt van, és úgy jöttek ezek az emberek főként el, hogy azt mondták, hogy nem érdekli őket a pandémia, nem érdekli őket az, hogy itt válság van. Ők azt mondták, hogy zenészek vagyunk, és szeretnénk zenélni, akár úgy is, hogy ingyen eljövünk, csak azért, hogy szívből zenélhessünk embereknek. És ugyanakkor nagyon-nagyon sok olyan zenekedvelő pécsit vagy nem pécsit találtunk, vagy hát jöttek el, akik ugye azt mondják, hogy én meg csak azért jövök el, mert végre megint látjuk, hogy mi történik itt, és végre látjuk, hogy valami megindult, valamit elkezdtek, valami nagyon jó irányba mennek a dolgok, és ez nem a pénzről szól. Ez egyszerűen arról szól, hogy itt zenészek vannak, és a zenésznek az a dolga, hogy zenéljen. Végül néhány felvétel a Liget Fesztivál első napjából, melyet a szabadtérben tartottak meg.